Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk-e mai estén Istennek igéje. Ahogyan már hallhattátok is a hosszabb lekcióban, és innen két verset emelnék ki. Mózes első könyvének 3. fejezetéből a 23. és 24. versekből. Kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kerubokat és villogó lángpalost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet. Egy gondolatot szeretnék kiemelni, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, mármint az embert. Mielőtt a igehirdetésre rátérnék, lenne egy kérdésem, vagy egy kicsit ilyen játékosan, vagy legalábbis egy kicsit mozgalmasan kezdődjön az Isten tisztelet. Álljanak fel azok, akik a mai Magyarország területén születtek. Kezdjük avval. Tehát ami a mostani határ. Most azok maradjanak még fönt, akinek mind a két szülője a mai Magyarország területén született. Tehát még mindig ugyanez. Tehát csak azok maradjanak fönt, akiknek a szülei is itt születtek. Most azok maradjanak még fenn, akiknek a nagyszülei, mind a négy nagyszülő a jelenlegi Magyarország területén született, már amennyire tudjátok. És most azok, akiknek mind a 8 dédszülője a mai Magyarország területén. Hát nem sokan maradtunk, üljetek le. Szerintem tanulságos, persze ez megint olyan, hogy elég hosszú a történelem, de szerintem eléggé tanulságos az. Engem meg is lepett, hogy azért néhányan állva maradtak, hogy még a dédszülőkről is úgy sejtik, hogy a mai Magyarország területén születtek, mert hogy egy nagy vándorlás ez az élet. El lehetett volna úgy is játszani, hogy ki született Budapesten, ki az, aki végül is Budapesten született, de nem itt nőtt fel. Ma elég divatos Budapesten szülni, mert mégis megnyugtatóbbak a kórházi viszonyok. Ki az, aki más vidéki városokba tanult, és ki az, aki tudja, hogy ha befejezi az egyetemet, akkor úgysem itt akar maradni, vagy kiköltözik, vagy tovább megy. Nagyon sok minden el lehet ezt játszani, de minden esetben én azt gondolom, hogy nagyon jó ez a szembesülés, hogy valójában egy nagy vándorlásban élünk, vándorok vagyunk, úton vagyunk, akár egyedül, mert csak a mi történetünk, mert más egyetemi városba készültünk, lehet, hogy már az MSC-t másutt végezzük, vagy a doktorit másutt akarjuk, vagy Erasmusszal külföldre akarunk menni, vagy párban, akiknek esetleg a szülei még nem itt éltek, és most már itt élnek, és így kerültek Magyarországra, vagy akár kisebb-nagyobb csoportban, vagy akár népek szintjén. Mert folyamatos vándorlásban vagyunk, és ezt jó tudatosítani magunkban, még akkor is, hogyha sokan vannak közülünk, akik évek óta Budapesten élnek, vagy nagyon hosszú ideig éltek ugyanabban a városban, honnan jöttek. Jó ezt tudni, hogy valójában mi is folyamatosan vándorlunk, és erre nem csak az elmúlt nyár hozta fel a figyelmet, hívta fel a figyelmet, amikor így hirtelen szembesültünk vele, hogy iszonyatosan sok ember kelt útra, és ez a iszonyatosan sok ember főleg Magyarországot választotta átmenő úti célnak, mármint úgy értve, hogy rajtunk keresztül ment át. És sokan megdöbbentek, és nem tudtak ezzel az élménnyel mit kezdeni, hogy akkor gyakorlatilag tömegével mennek át Magyarországon, az egész Balkánon, Magyarországon, Ausztrián, és próbálnak megérkezni Németországból. És ez nagy sok volt, sok szempontból is, és kicsit utólag, de engem megfogott ez a gondolat, hogy hát ez már igazából egy népvándorlásnak számít, és hogy a népvándorlás az nem csak a történelemkönyv lapjain vannak ott valahol az ókor és a középkor határán, azt szeretik a szakmailag úgy hívni, hogy a népvándorlás kora, de azóta is vannak hatalmas népvándorlások. Maga akár az Oszmán Birodalom története is egy nagy népvándorlás volt. Szeretik néha szakmai körökbe azt mondani, hogy hát ugye ez egy akkora nagy cserebere volt az Oszmán Birodalom, hogy gyakorlatilag egy országba éltünk Egyiptommal. Tehát ha akkor Egyiptomba akartunk volna menni nyaralni, nem igazán okozott volna vízumgondot az egész.
Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és nyár végén, ősz elején, talán emlékeztek rá, volt egy olyan periódus, hogy semmi másról nem szóltak a hírek, csak ez volt a középpontban, és jogosan is. És ez a jelenség, és azóta is, hogy ez újra és újra felmerül, és különböző szinten vitáznak róla az emberek, részben ez ihlette ennek a fél évnek a témáját. És nem kell megijedni, meg azt mondani, hogy de hát mi keresztény közösség vagyunk, és alapvetően istentiszteletre jöttünk össze. Ezek a keddek nem politikai vagy társadalmi szempontból fogják a kérdést vizsgálni, hanem szigorúan és kizárólagosan csak a Szentírás felől. Nem arról lesz szó, hogy mit kellene tenni az egyháznak vagy keresztényeknek a menekült kérdéssel és a népvándorlókkal kapcsolatban, és nem is arról lesz szó, hogy a világ szerint mit kéne a keresztényeknek tenni a népvándorlókkal és a bevándorlókkal kapcsolatban, hanem csak arról lesz szó, hogy Isten igéje hogyan látja ezt az egész kérdést. Hogy Isten igéjében hogy láthatjuk azt a problémát, hogy vándorlás, ha ez egyetem, probléma. Isten igéje mit kezd azokkal az emberekkel, akik útra keltek? És hogyha visszatérünk az első gondolatra, akkor ne úgy gondolkozzunk az útra keltekről, hogy valaki egyes szám harmadik szemében valaki, aki rajtunk kívülálló, hanem úgy gondolkozzunk az útra keltekről, hogy magukról is gondolkodunk. Isten igéje megmutatja, hogy ez a probléma rólunk is és nekünk is szól. Mert maga az ember lét, az emberiség mi volta, az egyenlő a vándorlással. Ha matematikailag akarnánk megfogalmazni, akkor azt is mondhatnánk, hogy embernek lenni kettős pont, egyenlőség legyen egyenlő vándorlással, vagy menekült léttel, vagy zarándoklással, vagy ha most nagyon modernül akarunk foglalni, akkor migráns kérdéssel. Az ember, mi voltunk, az gyakorlatilag egy vándorlás. És a fél év során új és új szövetségi ígéket fogunk végigvenni abból a szempontból, hogy Isten igéje milyen gazdagon mutatja be, hogy milyen okok miatt kelhetnek az emberek útra. Isten igéje mind az Új és Új Szövetségben rengeteg helyet mutat arra, amikor emberek egyedül, párban, csoportosan vagy népek szintjén kelnek vándorlásra, önként dalolva vagy kevésbé önként dalolva. És ez a szűk 20 hét nem is lesz arra elég, hogy minden ilyen igét elővegyünk, mert az Új és Új Szövetség, ha ilyen szemmel nézzük, akkor tele van ezekkel a vándorlós történetekkel. És ezekből olyanokat, amik a mai szempontból, a mai keresztény ember számára üzenet lehet, amit Isten akar üzenni, és amit Isten szeretne velünk megláttatni, azokról lesz szó. Nem politikai válaszokról, nem etikai felhívásokról, hogy így cselekedjél, hanem Isten igéjéről, hogy látja az embert, hogy látja az úton lévőt, a hontalant, az otlontalant, hogy lát minket. Minket is, akik, amennyire ismerlek titeket, aránylag biztos otthonnal rendelkeztek. Hogy lát Isten igéje minket. És hogyha Isten igéjét tanulmányozzuk, akkor sosem szabad kiragadva. Óvatatlanul persze minden igehirdetés és minden biblia tanulmányozás valahol kiragadás, de ha megnézitek a tematikát, és reménység szerint a fél év során gyakran találkozunk, akkor látszódik majd egy ív, egy gondolati ív, ami megmutatja azt, hogy Isten tervében ez a vándorlás hogy van elkészítve. Isten tervében, Isten üdvüzenetében hogyan is folyik ez a vándorlét. A mai Isten tiszteletünkkel és ezzel a kezdettel visszatérünk magához, a kezdetekhez, a vándorlás ősokához, a bűnesethez. A mai igénk erről szól, hogy gyakorlatilag a vándorlás az a bűnesettel kezdődik. A vándorlásnak az oka, és szerintem mind a mai napig az egyik mozgató rugója maga a bűneset. Maga az ember engedetlensége. Az, hogy Isten ellen lázad, az, hogy nem akart úgy, és
csak annyit, amennyit Isten neki engedett és jónak látott. A bűneset, amelyiknek a történetét gondolom elég jól ismeritek, és gyakran szokták magyarázni, most nem ennek a boncolgatásába térnék bele, hogy akkor most az engedetlenség, és hogy akkor most ez tényleg almafa volt, vagy nem almafa volt, nem ez a lényeges. Hanem abba a momentumba lehet megfogni a bűneset lényegét, és ez az, ami segít megérteni azt is, hogy a bűneset büntetése miért az lett, ami, vagy következménye, az nem más, mint az, hogy az ember engedetlen akart lenni, vagyis nem is akart lenni, az volt. Azaz nem elégedett meg avval, amit a teremtettségben az Isten neki szánt. Amit Isten, amikor megteremtette Ádámot, Évát és az egész földet, meg mindenséget, és abban egy nagyon komoly átgondolt rendezettséget látott, amiben mindenkinek megvolt a maga jól kijelölt szerepe, amit fel is olvastam a köszöntéskor, hogy ugye az Úristen az embernek is egy nagyon jó, összkomfortos helyet adott az Éden kertjébe, ahol ezt a feladatot adja, hogy azt művelje és őrizze. Az első fejezetben még ezt is olvashatjuk, hogy azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és hajtsátok a uramatok alá az egész földet. Azaz, hogy igen nagy volumenű feladatot adott az Úristen az embernek. Adott célt, adott erre eszközöket, egy nagyon jól behatárolt helyet, ahol ő kibontakozhatott, Ádám és Éva, és az egész teremtettségben ők megtalálták a helyüket. És ebben még volt egy nagyon fontos elem, az, hogy nem csak az Édenben volt helyük és munkájuk, mert azért az édenkerti tartózkodás, ha jól figyeltek, nem munkanélküliséget jelentett, hanem a bűneset következményeiből arra következtetünk, hogy ez egy örömteli dolog volt Isten kertjét művelni, és Istennel ilyen módon is közösségben lenni, hanem arról is szól, hogy Isten ott volt. Nagyon szépen írja le Mózes első könyve, hogy szellőként ott járt, kellélt és társalgott. Én ezt úgy szoktam elképzelni, hogy gyakorlatilag, ahogyan mondjuk egy kollégiumban nap mint nap összefutnak az emberek, vagy egy család él egy ritmust, és mondjuk reggel együtt reggeliznek, és szeretnek, és örömmel találkoznak, és beszélgetnek egymással. Valahogy így képzelem, hogy valahogy az Édenkertben ez így ment, hogy Ádám Éva tevékenykedett, és néha az Úristen ült le közéjük beszélgetni, megszólította őket, néha ők tehettek fel kérdéseket, de egy olyan közvetlen, családias légkörben voltak. Tehát én azt gondolom, hogy minden elegendő és jó volt nekik, de azért az Úristen mondott egyetlen egy dolgot, ugye, hogy ne egyenek annak a fáról. Mondjuk azt, hogy egy nagyon kicsi, de határozott határt húzott arra, hogy mit lehet és mit nem. És amikor jön a kísértés, akkor ezt ingatja meg a kísértés, hogy lehetnél még több ember. Vannak még perspektívák. Az Isten nem ad neked meg mindent. Van még hová kiteljesedned, és próbáld ki. És sajnos a tény az, hogy Éva kipróbálja, és Ádám is. És gyakorlatilag ez a bűn eset, ez az engedetlenség, az, hogy az ember többre vágyik, hogy ott már akkor ki akar abból a keretből törni, hogy mintha kicsi lenne ez az édenkert, ami a mindenség maga, mert az Istennel egyben lehetnek, egységben lehetnek. Valahogy ez a mindenség sem elég az ember számára, mert megcsillan annak a reménye, hogy még olyanabb lehetsz. Még többre juthatsz. Oda juthatsz, mint maga a teremtőd. Ugye ez a kísértésnek a lényege. És elbuknak, és itt van az első következmény, ami már mutatja, hogy a nagyra vágyás milyen következményekkel jár, az, hogy nem a látásuk tágul, hanem hirtelen beszűkülnek. Ahhoz képest, hogy ki akarnak törni abból a kertből, és már akkor vágynak nagyobbra, többre és hatalmasabbra,
Hirtelen beszűkül a látásuk, és azt veszik észre, hogy hopp, hát nincs is ruhánk. Egyes teológusok szerint ez a divat kezdete, gyorsan hopp le egy fügefa levél, vagy valamilyen levél, és akkor avval ott öltözködnek. Gondolom ezeket a képeket ismeritek. Ez már a következménye. Az, hogy gyakorlatilag megtörik ez a varázs, megtörik ez a harmónia, nem csak Istennel, hanem az embervel egymással is. Hiszen Ádám és Éva elkezdenek félni egymástól. Ez már a bűneset következménye is. Ez nagyon érdekes, hogy mielőtt még az Úristen bármilyen büntetést hozna, a bűnnek már akkor van következménye büntetés nélkül. Hogy az a fajta önátadás, nyitottság, teljesség, amit megélhettek egymással és az Úristennel együtt is, ez megszűnik. És csak utána jön az, hogy akkor az Úristen azt mondja, hogy jó, akkor most következmények, én megmondtam, hogy ennek büntetés lesz a vége, és ki is osztja. Most a kígyót hagyjuk ki, a számunkra most ez nem annyira izgalmas, hogy akkor most volt előtte lába, vagy nem. Inkább csak az emberre és az asszonyra tekintsünk. Az asszony ugye azt a büntetést kapja, hogy szülése fájdalmas lesz, és nem csak erről lesz szó, hogy az új élet átadása, az, ami tényleg az egyik legnagyobb öröm lehet az életben, amikor kiteljesedhet egy párkapcsolat, és az életet, mert hogy Isten az élet ura, és ezt a lehetőséget továbbadta nekünk, hogy az életet továbbadhatjuk mi is. Mert az Isten teremtette az életet, és amikor az Édenkertben megbízza az embert, és azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, akkor azt mondja, hogy adok valamit az én képességemből, hogy életet adhatsz, hogy én is életet adok, te is továbbadhatod az életet. És erre azt mondja az Úristen, hogy fájdalommal szülött gyermekedet, és vágyakozol a férjedre, és ő meg hát nem vesz komolyan, és akkor még finoman fogalmaztunk. Hogy az, amire a nő vágyik, ami a nőt kiteljesíti, a szülés élménye, az egy nagyon fájdalmas élmény. Szörnyen fájdalmas élmény, ezt így tapasztalatból is el tudom mondani. De azért persze jó, de valahol van benne egy félelmetes, van benne egy kockázatos, és nem csak ez, mert azt mondja az ember, hogy jó, az, amíg szül, addig elviseli. De van itt egy olyan, hogy de a férjeddel se fogod megérteni magadat. És az, amikor most ugye párkapcsolati terápiák, egy csomó minden, ugye most ráadásul a házasság hetében is vagyunk, és beszélünk róla, gyakorlatilag ez ide vezethető vissza. Ez a bűnünk következménye, a bűneset következménye, hogy ez megtörik. Hogy a nőnek az, ami az ő teremtettségéből fakad a segítőkészség, hogy kiegészítője legyen a férjének a szó legjobb értelmében, ebbe a funkciójában megtörik a nő. És a férfinak mi lesz a büntetése? Ugyanaz, ami a nőnek, hogy ami a teremtettségben az ő irányultsága, a teremtettségben, ami az ő feladata, abban fog kudarcot vallani a férfi, mégpedig a munkájában és a megélhetésében. Nem túl jó perspektíva, amit így ír az Isten igéje, azt mondja, hogy mivel hallgattad feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, és fáradtsággal élj belőle. Fáradtsággal élj belőle. Tövist és bogáncsot hajt neked. Hát szamáraknak biztos nagyon finom, de az embernek annyira nem szimpatikus a tövis meg a bogáncs. Azaz, hogy az, ami a te feladatod, amit adtam neked, hogy műveld és őrizd a kertet, na ebben megbuksz. Nem lesz benne örömed, nem lesz jó a munkád, nyugnak fogod megélni, és egy folyamatos kiszolgáltatottság lesz. Az, ami eddig örömforrása volt és áldás volt rajta, mert Isten megáldotta azt, az most átok forrása lesz. És majd csak ezután jön az egészre, hogy már meg kell halnotok. Hogy bejön ebbe az egészbe, fő büntetésként, nem vagyok jogász, de van valami olyan emlékképem róla, hogy vannak ugye fő büntetések és ilyen mellékbüntetések. Én azt gondolom, hogy ez csak a mellékbüntetés volt, és itt jön maga a halál. Amit nagyon fontos megérteni, hogy az ószövetségi ember úgy gondolkozott a halálról, és itt most nem csak a biológiai halálra gondoltam,
amitől alapvetően mi is nagyon félünk, és nem tudunk vele mit kezdeni, sőt az orvostudomány sem tud igazából mit kezdeni vele, hanem az Ószövetség embere úgy gondolkozott a halálról, hogy ez egy olyan hely, ahol Isten elfeledkezik rólad. Tehát a halál büntetésének a lényege az, hogy ott már Isten nem gondoskodik róla. Ott nincs már jelen Isten a te életedben. Ott te egy ilyen elfekvő vagy. Tehát, hogy oda már ő nem megy be, nem gondoskodik rólad, nem figyel rád. Isten nélkül vagy. És azt mondja az Úristen, hogy a vége az lesz, hogy vissza fogsz térni a porba, honnan vétettél. Meg fogsz halni. Ez lesz a vége. És hogy ez biztosan így legyen, és itt jutottunk el a mai üzenetig, hogy ez biztosan bekövetkezzen, hogy tényleg halál legyen ennek a vége, ezért én most téged kiraklak az Édenkertből. Kiraklak abból a lehetőségből, ahol ott van az élet fája. Ami valószínűleg ugyanolyan szimbolikus, mint a jó és gonosz tudásának a fája, tehát, hogy elraklak annak a közeléből, annak a forrásnak a közeléből, ahol az örök életről lehet szó. Kiteszlek ebből az állapotból. Mert mondhatta volna azt, hogy itt vannak ezek a büntetések, de ettől még itt maradhatsz a kertbe. Nem, azt mondja, hogy ezt a közösséget is megszüntetem veled. Ezt a színről színre való látást, annak a lehetőségét, hogy te mégis élhessél tovább. És még jobban visszaélhess a hatalmaddal. Mert amikor a jó és a rossz megkülönböztetését megkapja, akkor tényleg már közelít az isteni hatalomhoz. De az örök létet nem kapja meg. Azt, hogy félre sikerült bálványokká váljunk örök élettel, és rossz döntéseket hozzunk, azt mondja, hogy odáig már nem engedlek, ember. El kell hagynod az Édenkertet. El kell hagynod annak a lehetőségét, hogy ilyen módon lehessen neked örök életed. Vándorolnod kell. Ki vagy lakoltatva, ember? Az összkomfortos, istenes jelenlétből neked most menned kell. Mert így nincsen értelme annak, hogy te létezzél. És a vándorlás ilyen módon elkezdődik. A vándorlás ekkor kezdődik. Először csak Ádám Évával, és majd folytatódnak az ősatyákkal, akiket egyébként is szeretünk emlegetni, majd Izrael népével, végül pedig ugye az új szövetségbe a keresztények vándorlásával végződik ez, majd pedig ugye a történelemben ez folytatódik, népek vándorolnak, cserélnek helyet, tűnnek el, képződnek. A vándorlás az gyakorlatilag a bűnesetnek a következménye. Annak az elhidegülésnek, hogy Isten azt mondja, hogy az engedetlenségednek van következménye. Nem lehet semmi következmények nélkül. És ez, amit fontos megérteni, hogy magunkra is, mint vándorokra tekintsünk. Magunkra is olyanokra tekintsünk, akik bármikor és bárhol adott esetben útra kell, hogy keljenek. Mert hogy ez a fajta lét, amiről beszél, hogy az asszony bizonytalan lesz, az asszony kiszolgáltatott lesz, hogy akár a szülésben meghalhat, vagy az, hogy a férfi időről időre teljesen kudarcot vall abba, ahol éppen dolgozik, és a föld átkozott miatta. És az újabb és újabb próbálkozások ezt az átkot csak fokozzák. Nézzétek meg, hogy Afrikából részben ezért indulnak el, mert nincsen már ivóvíz. Nem csak vallási okok miatt indulnak el. Emiatt indulnak el, és bármikor lehet tovább menni, vagy kell tovább menni. Amikor az elején feltettem ezt a kérdést, hogy akkor ki mennyire tudja a családját, lehet, hogy van, akik nem annyira őrzik meg egyebek, de a saját történetünkből is kiemelve, 100 éve folyamatosan vándorol a családunk, Trianon óta. Vándorol, visszavándorol, jön, megy. És valahogy ebbe a tudatba, hiába én születésem óta ebbe az utcában élek, mindig bennem volt ez a tudat, hogy bármikor mennem kell. Érdekes, nem adatott meg, mert csak ebbe az utcába járok leföl, de hogy bármikor el kell mennem. És ez nálam abban is megnyilvánult, hogy nagyon sokáig azt mondtam, hogy én már pedig nem veszek lakást, mert minek? Elég, ha bérelni tudom. Tehát, hogy
legyen meg bennünk ez a tudat, hogy nekünk bűnös embereknek ez adatot. De hogy nehogy ilyen nagyon letargikus és depresszív üzenettel menjetek haza, nagyon fontos azt meglátni ugyanebben a történetben, hogy Isten miközben azt mondja jó apaként, hogy hát van következménye, édes kisfiam Ádám és Éva, amit tettél. De azért ezt mégis akkora szeretettel teszi, meg ott meglebegteti, meg felmutatja azt, hogy de én azért ebben is nagyon szeretlek. Meg nekem fáj a legjobban, hogy meg kell büntetnelek. És nekem fáj a legjobban, hogy következményei vannak annak, amit tettél, azt, hogy hatalmas ígéreteket helyez el ebben. És ez az, ami igazából még a bűn esetben is örömhír lehet számunkra, az a híres 15. vers, amit sokszor az evangélium, ős evangéliumának neveznek, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Azaz, hogy a sátán a kísértés le lesz győzve, mert még mindig nagyobb sérülés, ha valakinek a fejére lépnek, mint hogyha a sarkát marják meg. Tehát, hogy ez egy küzdelem lesz, de egyértelmű lesz, hogy kinek lesz ez a győzelme. De van még egy nagyon-nagyon szép gesztus az Úristentől, amikor így kirakja Ádámot és Évát, ad nekik bőröndöt is, azaz felöltözteti őket. Áldozatot hoz értük. Azaz valamilyen állatot meg kellett, hogy jöjjön az ő kedvükért az Úristen, mert bőrruhába öltözteti őket. Azt mondja, hogy ki lesz ez szolgáltatva, szörnyű lesz ez a vándorlás, de én már a vándorlás elején gondoskodom rólad. Én már most amennyire lehet meg akarlak védeni. Nem csak az üdvösségedre teszek már most előre ígéretet, hanem ezen az úton, amin el kell indulnod, én már ezen gondoskodom rólad. Már itt megvédelek, amennyire meg lehet, amennyire meg tudlak védeni. És így indul el az ember, és erről szól az egész Ószövetség és Újszövetség, és nagyon érdekes, hogy az Éden kertjével, a szent helyjel van egy párhuzam, és ez pedig a szent város Jeruzsálem, amelyiknek különleges szerepe van Izrael történetében is, és a megváltás történetében is. Jeruzsálem, ahol nem csak Isten temploma van, hanem Jeruzsálem az a város, ahol Jézus Krisztust elárulják. Jeruzsálem az a város, ahol Jézus Krisztust majd elfogják, és elítélik. És itt van egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, amit a zsidó levélben olvasunk, a 13. fejezet 14. versében. Pillanatod alapozó. Meg kellett volna jelölni. Mert nincsen maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük elé dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Nincsen maradandó városunk, és előtte arról beszél a zsidó levélben, hogy Jézus kint szenvedett, a városon kívül szenvedett. Azaz, amikor Jézus megfeszítik, akkor nem Jeruzsálemben teszik, hanem ahogyan az ember a bűne miatt kint kirekesztődött az Édenkerten kívülre, az elégtétel is kint tevődik meg. Kint a városon kívül, a nem maradandó helyen. Ahogyan az Ószövetségben is arról van szó, hogy az áldozatot kint a pusztában elégetik, vagy a bűnbakot kiverik a pusztába, hogy elveti magától, hogy a vándorlásban, a kintlétben, a nem szent helyeken történnek a nagy bűnök igazából, vagy a bűnnek a következménye. És azt mondja az ige, itt a zsidó levélben, hogy Jézust itt ebbe a pusztába, ebben a kintlétben áldoztatik föl. Nem ott, ahol a szent jelen van, hanem kint
áldozatik föl azért, hogy mi majd később bejuthassunk a maradandó városba, a mennyei országába. Hogy ez az igazi örömhír, hogy ne ilyen depressziósan menjünk haza, hogy akkor most így vándorlunk, mert Isten megbüntetett minket, hanem hogy Isten ebben a vándorlásban szabadulást is adott. Szabadulást adott Jézus Krisztus áldozata által, és ez az áldozat ott történt meg, ahol mi is vagyunk. Talán így érthetőbb, ahogy megfogalmazom, hogy mi kiszorultunk a szent helyről, a szent látásáról, és Jézus oda jött, és ott teszi meg az áldozatot értünk, ahol mi is vagyunk. Hogy mindenben hasonlatos volt, és ott vett velünk részt, és a vándorlásban is egy volt velünk. És ez az, amire tekintenünk kell, amikor azt mondjuk, hogy menekülünk, Urunk, nem értjük, hogy miért sodródunk, stb., hogy azt vesszük észre, hogy Jézus is ugyanezt átélte. És Jézus kereszthalála ugyanolyan kirekesztettségbe ment végbe. Az ő áldozata ugyanolyan kitaszítottságban volt, mint amilyen kitaszítottak mi vagyunk. Amilyen kilakoltattak mi vagyunk. Jézus így áldoztatott fel. Azért, hogy nekünk legyen majd maradandó városunk, és majd az egész igehirdetés sorozat végén ide fogunk eljutni, hogy elindulunk az Édenkertből a bűneset miatt, de Jézus Krisztus által megérkezhetünk a mennyei Jeruzsálembe. Ahogyan a zsidó levél még egyszer mondja, ebből néhány verset felolvasnék, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Van oltárunk, amelyről nincs jogunk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak, mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőit és áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást évő ajkaink gyümölcsét. Amen.